Köszöntöm a nézőket, már is mutatjuk, mi mindenről lesz szó a mai nap szemlében. Több fontos beruházást indítottak el tavaly Újfaluban, idén pedig folytatják a munkát. A Szent Miklós templomban szervezik meg a Szentegyházi Filharmónia koncertjét a nagy érdeklődés miatt. Kisorsolták tegnap délután a Futsal Románia Kupa 8-ad döntőjének párosításait, mindkét gyergyói együttes hazai pályán mérkőzik. Több fontos beruházás valósult meg 2018-ban Gyergyó-Újfaluban. Uniós és kormánytámogatásoknak köszönhetően utakat javítottak, épületeket újítottak fel, és új építkezéseket is elkezdtek. Az elkezdett munkálatokat idén is folytatják, s újabb benyújtott pályázatok sikerében is reménykednek. Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően több jelentős munka kezdődött el tavaly Újfaluban. Mezőgazdasági utakat javítottak, több utcában aszfaltoztak, valamint sáncokat mélyítettek és hidakat javítottak. Közel 5,5 millió lejből a községben összesen 12 utcában aszfaltozhatnak. Jelenleg a munka áll, mivel a csatornahálózat bővítése van folyamatban. A község teljes területén cserélik a régi csatornahálózat vezetékeit, és minden utcára kibővítik a hálózatot. A járda építés is elkezdődött tavaly ősszel, a legforgalmasabb útszakaszok mentén lesz új járófelület. Lényeges megvalósítás volt 2018-ban a Lázár István Kultúrotthon felújítása is, melyet kívülbelül korszerűsítettek, valamint a hozzá tartozó tekepályát is rendbe tették. A régi iskola épülete teljesen megújult, és elkezdődött egy délutáni oktatóközpont építése a futballpálya szomszédságában, amely délutáni foglalkozásoknak ad majd otthont, s a sportolóknak is öltözőket biztosít. Kormány támogatással korszerűsítették a közvilágítást a község minden utcájában, így már esténként jobb a fény, mint korábban, a közvilágítás számlái pedig kisebbek a modern lámpáknak köszönhetően. Egészségház építését is elkezdték a községben saját költségvetésből. A templommal szemben épülő létesítményben orvosi rendelők, valamint orvoslakások kapnak majd helyet. A munka jól halad. Idén folytatják a már elkezdett munkálatokat, emellett több új beruházás is elkezdődik. Erdőki termelő utak felújítását tervezik. 7 útról van szó, több mint 26 km hosszúságban, több mint 8 millió lej értékben. Több új pályázat sikerében is bízik a községvezetés, a fennmaradt községi utcák aszfaltozására, a hókipálya területének és lelátójának felújítására. A tekerőpataki kultúrotthon felújítására nyújtottak be többek között pályázatot tavaly. A sok sikeres pályázatnak köszönhetően tavaly 2 elismerést is átvehetett Egyed József, a község polgármestere. 3 influenzás megbetegedést jegyeztek Hargita megyében, jelenti a Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, dr. Tar Gyöngyi. Mindhármukat a Csíkszeredai Sürgősségi Kórház fertőző belgyógyászati osztályán kezelik. További 2 személy esetében az influenza gyanúja merült fel. Itt a laboratóriumi eredményekre várnak. A statisztikák szerint múlt héten Hargita megyében 724 felső légúti megbetegedést jegyeztek, és 58 esetben tüdőgyulladást állapítottak meg. 19 személy kórházi kezelésre szorult. A vírusos légúti megbetegedések elterjedése miatt a Csíkszeredai Sürgősségi Kórházban felfüggesztették a beteglátogatást. Nem csak a gyerekek, a mezőgazdászok is örülnek az elmúlt időszakban lehullott hónak. Azt mondják, a száraz őszi hónapok után nagy szükség volt a csapadékra. A termőföldek víztartaléka még nem telt fel, de a hótakaró legalább megvédi a tavaly ősszel elvetett és csirázásnak indult búzaszemeket is a fagytól. Ha a közutakon való közlekedésnek nem is, a mezőgazdaságból élőknek jól jött az elmúlt időszakban lehullott hó. A bevetett termőföldeket vastag hótakaró borítja, így ha csapadékos tavaszunk lesz, borítékolható a jó termés. Elég sok őszi gabona a szárazság miatt nem kelt ki az ősz folyamán, és ugyanakkor tekintetbe kell vegyük azt is, hogy a talajnak a víztartaléka az ősszel nagyon le volt csökkenve. Tehát ehhez nagyon sok csapadék lenne, szükség lenne, és
ez a hómennyiség, ami mostanig hullott meg eső formájában, amennyi decemberben leesett, ez távolról sem elégíti ki ezt a szükségletet. Cseh Imre több évtizede gazdálkodik a Marosvásárhely melletti Kebele-Szentiványon. Örül a lehullott hónak, ugyanis a 2017-es őszi vetés igencsak megsínlette az egy évvel ezelőtti gyenge telet. Tavaly nagyon száraz tél volt, nem tett jót a növényeknek, fagyott, emelte fel a gyökerét, szakadott meg, és ebből meg is gyérültek a vetések. De most az idén, hál' Istennek van egy kicsi hótakarós, ez jól tesz neki. Nem csak a lehullott hó kedvez a gazdáknak, hanem az is, hogy ezen a télen nem voltak nagy fagyok, azaz nem csökkent mínusz 20 Celsius fok alá a hőmérséklet. Ha az időjárás továbbra is ilyen lesz, akkor az ősszel ki nem kelt magok is fejlődésnek indulhatnak. A hideg és a téli fagyoknak azonban jótékony hatása is van, elpusztítják az elszaporodott kártevőket. Állandó gond Romániában az iskola elhagyás. Romániában a fiatalok mintegy egyötöde marad 8 osztállyal. Hargita megyében az elmúlt években 250 körül mozgotta az oktatási rendszert idő előtt otthagyó fiatalok száma. A Hargita megyei tanfelügyelőség adatai szerint 2016-ban 270 gyermek lépett ki idő előtt az oktatási rendszerből. 2017-ben 258-an hagyták ott az iskolát, tavaly pedig 237 volt a lemorzsolódottak száma. A komoly zenei bérletben és a Magyar Kultúra napján is igényes koncerteket szervezett a Művelődési Központ. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia és a Kis Csillag zenekar előadása iránt is nagy az érdeklődés. A fili koncertjét a Szent Miklós templomban tartják meg holnap, hiszen oda sokkal több nézőbe fér. Jegyek még kaphatók. Hosszú évek óta nem lépett fel Gyergyószent Miklóson a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Január 18-án újra láthatjuk a 140 tagú együttest. Előzetesen meghirdetett időpontra eső napon, tehát nem 17-én, hanem január 18-án pénteken lesz a koncert. Hát úgy gondoltuk, hogy mi sem lenne méltóbb hely, méltóbb alkalom arra, mint a komoly zenei bérlet, hogy a gyermekfilharmóniát sok-sok év kihagyás után újra elhívjuk Gyergyószent Miklósra. Ezáltal sokaknak régi vágya, régi igénye, álma teljesül. Én bízom benne, hogy egy sikeres, szép koncertnek nézünk elébe, hiszen a zenekar 140 tagból áll, ami 100 énekest és 40 zenészt jelent. Tudjuk, hogy fiatalokból áll a térség, a Szentegyháza és környéki fiatal magyar székely gyermekeknek a munkájáról van szó, és hát nem utolsó sorban Ház Sándornak az igényes vezetése, munkája nyomán már több mint 40 éve működik ez a zenekar. Azt kell tudni a repertoárról, hogy mindamellett, hogy klasszikus műveket is játszanak, emellett népdal feldolgozásokkal, történelmi dalokkal, illetve más népek dalaival fognak érkezni hozzánk. A Gyermekfilharmónia koncertje iránt igen nagy az érdeklődés. Ezért úgy döntött a Művelődési Központ, a Szent Miklós templomban tartják meg a koncertet, hogy többen láthassák, hallhassák. A már megvásárolt jegyek oda is érvényesek, illetve még kaphatóak a jegyirodába, illetve koncert előtt a helyszínen is. A Magyar Kultúra napját is zenével ünnepli a Művelődési Központ. A Kis Csillag zenekar fog fellépni, izgalmas koncertre számíthat a közönség. Úgy gondoltuk idén is, hogy a Magyar Kultúra napján egy igényes és színvonalas koncerttel szeretnénk ennek a napnak adózni, ennek emlékének adózni, és ebből a gondolatból kifolyólag a Kis Csillag zenekart hívtuk el idén, akik egy koncertet fognak adni nekünk. Bizonyára nem kell sokak számára őket bemutatni, hiszen sok-sok erdélyi nagy rendezvényen, fesztiválon állandó és évek óta visszatérő fellépőként prezentálnak, és hát Lovasi Andrásnak az igényes szövegvilága és zenei világa úgy gondoltuk, hogy méltó arra, hogy a Magyar Kultúra napját ezáltal ünnepeljük. A koncertnek az az érdekessége, hogy ez a projekt ez nagyjából alig több mint egy éve fut, és a címe az, hogy Dalok párban, ami azt jelenti, hogy a koncert nem előzetesen legyártott, összeállított repertoárból áll, hanem a közönségnek a közreműködésével lesznek kiválasztva a dalok, olyan módon, hogy a frontember Lovasi András egy kalapba gyűjtött cetlikkel fog a közönségbe időnként bemenni. Minden cetlin két dal van, és aki
kisorsolja, kihúzza az illető dalokat, akkor azt a dalt fogják, azokat a dalokat fogják játszani, és ezáltal egy kicsit ilyen véletlenszerű és izgalmas, érdekes repertoárja lesz a koncertnek. A január 22-én sorra kerülő koncertre jegyek a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház jegypénztárában válthatók, munkanapokon 15 órától 19 óráig, 25 lei ellenében. A Zöldház program támogatja a fotovoltaikus napelemes rendszerek telepítését. Hargita megyében 400-500 napenergiát árammá alakító berendezést telepíthetnek. Kérdéses azonban, hogy lesz-e elég kivitelező cég, amely felszereli ezeket. A program ugyanis utólag számolja el a költségeket, a kisebb vállalatok pedig nem merik megkockáztatni, hogy nagyobb összegeket befektessenek erre a célra. Az Országos Energiaszabályozó Szakhatóság adatai szerint Hargita megyében összesen 27 cég rendelkezik a szükséges engedélyekkel ahhoz, hogy részt vegyen az ezúttal a Környezetvédelmi Alap által lebonyolított Zöldház programban. Közülük 8 székelyudvarhelyi, 4 csíkszeredai és 5 gyergyószentmiklósi cég. Internetes fotóarchívumot hozott létre, régi analóg fotók számára 3 különböző szakterületű, de vásárhelyi születésű lelkes fiatal. Az Azopán fotóarchívummal a céljuk a romániai analóg fotók megmentése. Néhány nappal ezelőtt csak ebbe a Facebook csoportba töltettek fel régi analóg fotókat a gyűjtők, mától már egy professzionális honlap áll rendelkezésükre az Azopán fotóarchívum néven. Félig mi az archívum ez, ugyanis nem tud bárki bármit feltölteni, velünk kell felvegye a kapcsolatot, megnézzük az anyagot, és akkor el tudjuk dönteni, hogy ez nagy közönség számára érdekes lehet-e vagy sem. És akkor mi digitalizáljuk, és ugye meghatározunk bizonyos adatokat, képleírás, évszám, ki készítette, ki adományozza, mely településen készült a kép, címszavakat rendelünk hozzá. A nagyon szerencsés eset az, hogyha valakinek már eleve jó minőségben digitalizálva vannak a régi képek. Erdélyi vasútépítés az első világháború időszakában, Márton Áron római katolikus püspök temetése, a marosvásárhelyi könyves gyertyás tüntetés. Egy aprócska szelete az Azopán oldalán fellelhető fényképeknek. Ez pedig már nem a virtuális tér. Bálint Zsigmondnál vagyunk, aki 66 évvel ezelőtt részt vett a marosvásárhelyi fotóklub létrehozásában. Akkoriban ezzel a fényképezőgéppel dolgozott. És be kellett állítani a lencse nyílását. Nos, ha összehasonlítjuk az akkori időket a maiakkal, akkor szembe tűnik, hogy ma már egy középkategóriás telefonnal sokkal több képet lehet készíteni. Kérdés viszont, hogy ezeknek a minősége felérie. Azokét, nos, Bálint Zsigmond szerint nem, hiszen akkor meg kellett gondolni nagyon alaposan, hogy mire használja az ember azt a kevés lehetőséget, ami volt a tekercseken. A többek között a Magyar Arany Érdem kereszttel kitüntetett fotográfus maga is felajánlott fotókat az Azopán fotóarchívumnak, üdvözölte az internetes oldal létrejöttét. Nagyon-nagyon szükség volna arra, hogy a régi családok 19. század vége, 20. század eleje, két világháború közötti fényképeket, amik mondhatni azt is, hogy kallódnak egyes családoknól, akár meg is semmisítik, ezeket igenis nagy-nagy szükség van begyűjteni. A ma emberére nem csak a fényképkészítés, hanem az értékmentés feladata is hárul. Az Azopán fotóarchívum létrehozói arra bátorítanak minden lelkes erdélyi fotóst és gyűjtőt, hogy kapcsolódjanak be a tevékenységbe. Ennek ösztönzésére Dragomán György marosvásárhelyi születésű író 3 dedikált könyvet ajánl fel. Ezeket azok között sorsolják ki, akik január 23-áig lájkolják az archívum Facebook oldalát. Az Erste Liga alapszakaszának utolsó mérkőzéseit külföldön játssza a Gyergyói Hoki Klub. Holnap a Ferencváros vendégeként lépnek jégre, szombaton a Vasassal mérkőznek, hétfőn pedig a Debrecen fogadja a piros-fehéreket.
Az alapszakasz végén az eddigi eredményeket törlik, a táblázaton elfoglalt helyezés alapján bónuszpontokat kapnak a csapatok, és akinek több van, az nagy előny a többiekhez képest. A középszakasz a JHK számára január 25-én, azaz jövő pénteken kezdődik. Hazai pályán a dunaújvárosi acélbikákat fogadják. Folytatódik ezen a hétvégén az élvonalbeli futszál csapatok számára az országos bajnokság alapszakasza. A második ligások csak jövő héten játsszák idei első bajnoki mérkőzésüket. A szünet vége előtt a Román Labdarúgó Szövetség székhelyén kisorsolták a Románia Kupa nyolcad döntőjének, valamint negyed döntőjének párosításait. A szerdai kupa sorsoláson 10 élvonalbeli, valamint 6 alsóligás együttes nevét tették az urnákba, köztük a Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyójét és a Remetei Kereszthegyét. Az első osztály tavalyi idényének első 4 helyezettje kiemeltként szerepelt a sorsoláson. Először számukra húztak ellenfeleket. A bajnoki címvédő Temesvár a csíkszeredai Imperiál vetett, a Galaci United a másodosztályos Kézdivásárhely együttesét, a Dévai a Kolozsvárt és az FK-s Székelyudvarhely a Vikovi csapatot kapta ellenfélként. A nyolcaddöntő további sorsolása során a remetei csapat a Piatra Nyámci futszál Csahlóult kapta. Ekipa Keresztegi Remete va întâlni echipa Futsal Ceahlăul Piatra Neamț la Remete. A két alsóligás együttes októberben játszott találkozója során 12 gól esett, a moldvaiak 10-2 arányban nyertek hazai pályán. A február közepére ütemezett kupameccset Remetén játsszák a csapatok, így saját közönsége előtt vághat vissza az őszi vereségért a Kereszthegy. Keményebb ellenfél látogat Szárhegyre, az Inter Gyergyó otthonába. A zöld-narancsok elsőligás ellenlábast kaptak. SCM Gloria Buzău. Va întâlni formația Inter Gheorgheni. Meciul se va disputa la Gheorgheni. A frissen feljutott és lényegesen átszervezett buzaújak jelenleg az élvonal 8. helyén tanyáznak, ennek ellenére nem lesz könnyű dolga ifjabb Nagy Zsolt legénységének a februári találkozó során. A nyolcaddöntők párosításai után a negyeddöntőket is kisorsolták, eszerint amennyiben nyerni tud a Kereszthegy, a Marosvásárhelyi Jásmeccs győztesével mérkőzik, az Inter pedig tovább jutása esetén a Kézdivásárhely Galac összecsapás nyertesével találkozik. A Románia Kupa tavalyi sorozatában egyébként a Kereszthegyet az Inter ejtette ki a selejtező körben, aztán a szentmiklósiak a negyeddöntők során 1 góllal maradtak alul az első ligás futszál Poliással szemben. Lássuk még egyszer röviden a nap fontosabb híreit. Több fontos beruházást indítottak el tavaly Újfaluban, idén pedig folytatják a munkát. A Szent Miklós templomban szervezik meg a Szentegyházi Filharmónia koncertjét a nagy érdeklődés miatt. Kisorsolták tegnap délután a Futsal Románia Kupa nyolcaddöntőjének párosításai, mindkét gyergyói együttes hazai pályán mérkőzik. Reklám után a Hargita magazin következik, maradjanak velünk, ha tehetik, viszontlátásra!